Köszöntöm Önöket, Szabó Ferenc vagyok. Ez a 10 perc január 23-án hétfőn. Tekintsék meg mai műsorunkat. Törökszent Miklóson gyertyagyújtással emlékeztek a veronai buszbalesetben elhunytak emléke előtt. Televíziónk összes munkatársa osztozik a családok fájdalmában. Tegnap egy szomorú napra virrattunk, ahogy reggel szembesültünk a hírekben, hogy Verona mellett egy magyar autóbusz oszlopnak ütközött és teljesen kiégett, és több halálos áldozat is van a buszon tartózkodók között. Majd ahogy haladtak a hírek, talán ma reggelre végképp ismerté vált az áldozatok száma, a sebesültek száma. Lehet, hogy többen vagyunk úgy azzal, hogy amikor egy tragédiával találkozunk a napi hírekben, akkor meghallgatjuk azt, majd sok minden ok miatt az életünk tovább megy, és elfelejtkezünk erről az eseményről, de mindig föltesszük a magunkban a kérdést, hogy van-e az áldozatok közül magyar, van-e közülük hozzánk, közénk tartozó, és amikor megtudjuk, hogy nincs, akkor talán még könnyebben túl lépünk a tragédián, még könnyebben el tudjuk felejteni. Most viszont velünk történt meg közvetlenül ez a szomorú eset, és ráadásul fiatalokkal, többségében gimnazista korú diákokkal, 9.-10. osztályos gyerekekkel, 15-16-17 éves fiatalokkal, az őt kísérő tanárokkal, illetve részben felnőttekkel. Ezek a gyerekek talán úgy jöttek haza, hiszen az utolsó hazautazási óráik voltak, hogy hamarosan hazaérnek, hamarosan hazaérkeznek a családjuk körébe. Az élményeiket el fogják mesélni, és ezekből a napokból töltekezve tovább élik az életüket, élik a jövőnek szánt fiatal korukat. Sajnos nem így történt, nem tudnak hazajönni. Végképp keresztbe tört sorsok maradtak ott az autóbuszban, és őket váró családok, barátok idehaza Magyarországon. Azért jöttünk elsősorban ma este itt össze, és köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttünk.
hogy kinyilvánítsuk a részvétünket azoknak a családoknak, azoknak az embereknek, akiknek a hozzátartozói ebben a szomorú eseményben életüket vesztették. Azért jöttünk össze, mert itt ebben a városban is úgy gondoljuk, hogy egy közösséget kell alkotnunk, és közösségként kell kifejeznünk az ilyen szomorú eseményben is a részvétünket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma este eljött, és jelenlétével részvétét nyilvánítja ki azoknak a családoknak, azoknak a fiatal, illetve felnőtt embereknek a halálával, akik ebben a balesetben elhunytak. Azt kérem, hogy egy rövid néma csenddel adózzunk azoknak az embereknek az emléke előtt, akik tegnap Olaszországban életüket vesztették. Ha valaki van közöttünk, aki ismeri, akkor a Úr Jézus által tanított imát, azt mondjuk el közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nyugodjanak békében.2017. január 21-én Fegyverneken a Baldácsi Művészeti Egyesület gála műsorával ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját. Fegyverneken a Baldácsi Művészeti Egyesület gála estjével ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját 2017. január 21-én. A teltházas rendezvényen helyi előadó művészek, népzenei és néptánc csoportok mutatkoztak be. Tatár László polgármester szerint az este a magyarság tudatot erősítő és a közösséget összekovácsoló esemény volt. Elég széles civil, illetve kulturális egyesületek működnek Fegyverneken. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy az identitásunkat, a magyarságunkat, nemzettudatunkat megőrizzük. Nagyon fontos ez, mert a közösséget erősíti. Mindenképpen ugye most is itt a programokat nézve az óvodásoktól gyakorlatilag szinte minden korosztály képviseltette magát. Én úgy gondolom, hogy a közösségépítésben, a település megtartó erejében mindenképpen fontos ez. És nagyon örülünk ennek, hogy én azt gondolom, hogy a település nagyságát nézve elég sokszínű, sokrétű civilek, egyesületek, kulturális csoportok működnek. Innen szeretnék köszönetet mondani a mai este részvevőinek, a fellépőknek, felkészítőknek, és kívánok a munkájukhoz nagyon sok sikert, és hát amennyiben tudjuk, ugyanúgy támogatjuk a civiljeinket, mint ahogy eddig. Fegyverneváros a több színvonalas rendezvénnyel várja az idejében is az érdeklődőket.
Az idei esztendő is az előzőekhez hasonlóan sok rendezvény kerül megrendezésre. Kulturális rendezvények, sportrendezvények, városnapi rendezvények, nemzetünnepeink rendezvényei, tehát elég hosszú és talán azt mondom, hogy bőséges kínálat lesz az idei esztendőben is. A település programjairól a fegyvernek.hu oldalon, valamint a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület ebben az évben is mindenkit szeretettel vár kézműves foglalkozásaira. Jelen pillanatban szakkörök vannak a szövőde, illetve a fonóba járó lelkes asszonyokat és urakat, illetve kisebb gyerekeket látjuk itt a hátam mögött, és készülnek a tarisznyák, a kis mobiltokok, a táskák, illetve a kosarak a másik helységben. Állandó társaság jön össze, vagy van, aki csak úgy éppen beesik egy-egy alkalommal, hogy ő szeretné ezt kipróbálni? Hát igazából a szakköröknek az a lényege, hogy itt állandóan jöjjönek a tagok. Bárki bármikor becsatlakozhat, de egy-egy alkalommal mesterséget nem lehet tanulni. Tehát itt folyamatosan járni kell ahhoz, hogy belőlük legyen egy kézműves. Milyen gyakran vannak ezek a szakkörök? A szövőde időpontja minden második héten, tehát ettől a héttől számolva mindig egy-két hét múlva következik, két hétre rájön a következő szakkör. A fonó egy 2-3 hetes alkalmat számol. Hétvégén volt a Tulipános Láda meséi, az egy gyerekszakkör, egy nagyon-nagyon népszerű gyerekszakkörünk, és ott a gyerekekhez, gyerekeknél egy-egy meséhez egy-egy kézműves foglalkozást csatolunk. Most éppen öltögetés, tehát varrás volt a Macsvacicó című meséhez, illetve a felnőttek számára öltögető szakkör van, ahol most már ők pályázatra fognak készülni mindenképpen. A Hunyadi Mátyás magyar-angol két tannyelvű általános iskolában közös versmondással ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját. Tekintsék meg összefoglalónkat! Az Együtt Szaval a Nemzet programsorozathoz kapcsolódva közös versmondással ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját Törökszent Miklóson a Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában. Két éven keresztül részt vettünk az Együtt Szaval a Nemzet országos programban, amely ebben az évben vasárnapra esett, és sajnos ebből az iskolák most kimaradtak. Ezért úgy döntöttünk, hogy hagyományoknak megfelelően, mivel ez nagyon jól bevált és rendkívül jó közösségépítő programnak bizonyult, mi az Együtt Szaval az iskola keretein belül saját magunk által választott versekkel fogjuk megünnepelni a Magyar Kultúra Napját. A szokásunknak és hagyományunknak híven a himnusszal kezdtük, és a szózattal fejeztük be, és közben a kicsik előadtak egy nagyon édes Kányádi verset, a nagyobbaknak egy picit komolyabb Nagy László verset választottunk. Németh Tamás, 7. B-osztályos tanuló, aki legutóbb első hellyel tért haza egy rangos szavaló versenyről, azt emelte ki, hogy a közös versmondással méltóképpen ünnepelték meg a Magyar Kultúra Napját. Érdekes érzés ez, mivel én csak egyedül szoktam szavalni, és ez az együttes hangzás, ez jó. Én a verseket azért szeretem, mivel egyszerűen nekem könnyű megtanulni őket, és szerintem én jól tudok szerepelni már mint ilyen versenyeken, ezért szeretem a verseket. Az ünnepség végén az intézmény pedagógusai és diákjai egy perces néma fejhajtással emlékeztek meg a tragikus körülmények között elhunyt Szinyei Merse Pál gimnázium diákjaira. Önök a 10 perc című napi híradónkat látták a hét első munkanapján, január 23-án. Eddigi adásainkat megtekinthetik YouTube csatornánkon, de keressék fel Facebook oldalunkat, valamint a www.t1tv.hu internetes oldalt, ahol a legfrissebb híreket is elolvashatják. Jó televíziózást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!